Ön a szóképviselő. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár asszony, tisztelt országgyűlés. Azok a statisztikák, amelyekből például az Energiaügyi Minisztérium is dolgozik, olyannyira függetlenek, hogy sokszor a valóságtól is függetlenné válnak. Ezt annak a felvezetéseként mondom, hogy az is a fogyasztók megkárosítása és az arcátlan népnyomzás kategóriájába tartozik, ahogy meghatározták a gáz és a villany éves lakossági kvótáját, hiszen mind a 2523 kWh, mind pedig az 1729 köbméter rendkívül alul tervezett. A lehúzásnak a következő lépcsőfoka az ezen kedvezményes mérték fölötti fogyasztása kivetett úgynevezett világpiaci ár, vagy teljes ár, amely a villany esetében 70 forint, a gáz esetében pedig 747 forint köbméterenként. Tehát körülbelül 2 eurót fizet minden egyes kvóta fölötti mennyiségért valamennyi magyar fogyasztó, amely a legfinomabban szólva nincs arányban a magyar emberek, a magyar családok bevételeivel, jövedelmével és lehetőségeivel. Ez talán még a megtorló jellegtől is súlyosabb mértékű. Ráadásul a világpiaci árak, a gáz világpiac árának alakulása már régóta nem indokolja a 747 forintos árat, annak a töredék mértékre való csökkentésének a feltételei adottak. Nyilvánvalóan az a 300 milliárd forint, amit az MVM-ből kivesznek, osztalék jogcímén, az elég kecsegtető ahhoz, hogy tovább folytassák ezt a politikát. A legarcátlanabb pedig a számlázási gyakorlat, erre többször felhívtam már az ön, illetve az önök szíves figyelmét, hiszen követhetetlen, átláthatatlan, az ügyfélszolgálatok munkatársain sem érték, hogy mi miért történik. Nagyságrendekkel egyszerűbb elszámolási vagy számlázási rendszer kellene bevezetni. Ezzel kapcsolatban is szeretnék érdeklődni, hogy tervezik tehát a kvótamérték megemelését, az a fölötti világpiaci ár összegének csökkentését, és egy átlátható, tisztességes számlázási rendszer bevezetését. Erre várnék nagy tisztelettel érni a válaszokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő, tisztelt országgyűlés. Megadom a szót Koncz Zsófia miniszterhelyettesasszonynak, parancsol. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Hát először is a statisztikákkal kapcsolatban azért azt szeretném mondani, hogy az Eurostatot azért elfogultsággal nem lehet vádolni, és az Eurostat adatai alapján egyértelműen itt hazánkban a legalacsonyabb gáz- és áramdíjakat fizetik a magyar emberek, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont, mi ezért folyamatosan küzdünk, és ezt a jövőben is szeretnénk mindenféle szempontból megtartani. De hogy még egy érdekességet mondjak, egyébként a magyar kormánnyal általában kritikus olasz napilap is úgy fogalmazott, hogy elismeri a magyar rezsicsökkentést, és kiemelték azt, hogy Magyarországon csaknem 70%-kal olcsóbb az áram, mint Olaszországban. Úgy gondolom, hogy ezek mind-mind olyan vívmányok és eredmények, amelyekért nekünk küzdenünk kell, hogy meg tudjuk tartani. Azt is szeretném kiemelni, hogy a rezsivédelem működik, hiszen Magyarországon az elmúlt rezsi évben áram esetében a fogyasztási helyek 79, gáz esetében 90%-a maradt a védett sávhatár alatt, az uniós átlagára hazaihoz képest villamosenergiában 2,5-szeres, földgázban 3,5-szer volt magasabb, tehát 2,5-szer, illetve 3,5-szer volt magasabb az ár. A kormány rezsivédelem fenntartásához az idei első háromnegyedében 1105 milliárd forint támogatást nyújtott, az utolsó három hónapban pedig további mintegy 255 milliárd forinttal fedezi a földgáz és távhőszolgáltatások kapcsolódó kiadásait. Az MVM számlázásával kapcsolatban szeretném megerősíteni, amit Lantos Csaba miniszter úr elmondott a gazdasági bizottsági meghallgatásán, amikor önnek is válaszolt, hogy jelenleg több fejlesztés is zajlik az MVM-nél, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban minden kérdést ott a bizottsági meghallgatáson meg tudott miniszter úrral közvetlenül is beszélni. Köszönöm szépen. Megköszönöm miniszterhelyettes asszony válaszát. Viszont válaszra megadom a szót képviselőnek, parancsoljon, és átadom az ülésvezetését. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár asszony, rendkívül csalódott vagyok, és hát jó ideje masszírozom már önt ezekkel a kérdésekkel és probléma felvetésekkel, és hát úgy látszik, hogy nem jutunk előre. Rossz az, aki rosszra gondol, csak annyit jegyzek meg itt a duruzsolóknak.
Az a helyzet, államtitkár asszony, hogy nem bontotta ki a valóság minden apró részletét, és akkor menjünk tovább. Ha 11 forintért megtermeli Paks az áramot, akkor miért adják a kedvezményes mértékig is, 36 forintért, afelőtt pedig 70 forintért? Miért trükköznek a rendszerhasználati díjakkal, miért olyan magasak a rendszerhasználati díjak? Másrészt pedig miért nem lehet 2023-ban olyan informatikai rendszert kifejleszteni, amely minden fogyasztó esetében az egyik éves leolvasástól a másik éves leolvasásig egyértelmű számlázási rendszer tartalmaz, és ameddig a fogyasztó nem fogyasztotta le kedvezményes mennyiséget, addig az alacsonyabb árat számlázzák, és csak e fölött, ha ez a fogyasztás megtörtént, a fölött számláznak számára magasabb összeget, amely normális esetben nem lenne szabad, hogy a gáz esetében 747 forint legyen, hiszen önöknek minden lehetőség és világpiaci feltétel is adott ahhoz, hogy ezt a 747 forintos árat is számottevő mértékben csökkentsék. Erre várnék még egyszer ismételten nagy tisztelettel válaszokat, érdemi válaszokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr, szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, és Kohn Zsófia miniszterhelyettes államtitkár asszony, viszont válasza következik. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Igazából a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, mert itt képviselő úr több megjegyzést is tett, azért szeretném kiemelni, hogy annak az egyik legnagyobb előnye és a legnagyobb vívmánya az, hogy ezt minden magyar embernek, magyar családnak tudjuk biztosítani. Mi azért küzdünk, azért, hogy ezt meg tudjuk tartani, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel tényleg minden magyar családnak tudunk segíteni, főleg úgy, hogy 2010 előtt a legmagasabb energia árakat fizették a magyar családok, tényleg a keresetük nagyon jelentős részét kellett erre költeniük. És képviselő úr már a múltkor is ezzel a témával kapcsolatban kérdezett, és akkor is elmondtam azt, hogy alapvetően az Európai Bizottság folyamatosan támadja ezt az egész intézményt, a legutóbbi ország specifikus jelentésében is ezt megtette, és mi azért indítottunk nemzeti konzultációt, és a 11 pontból azért az első pont a rezsitámogatás kérdése, mert igenis ezt az egész intézményt újból meg kell védeni. És nagyon sajnálom azt, hogy képviselő úr gyakorlatilag elsők között kritizálta a nemzeti konzultációt, a DK részéről ezt Dávid Ferenc képviselőtársunk tette meg ugyanabban az időben, és nagyon bízom abban, mert azt gondolom, hogy szomorú lenne, hogyha a Mi Hazánk és a DK rezsiemelés gondolatában találna egymásra, tehát én nagyon bízom abban, hogy ez nem fog megtörténni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.